Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt az űrszekerek, a Parallaxis Univerzum Star Trek podcastje. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Ez itt az űrszekerek negyedik része, a mikrofonnál Pécsi Géza. Ismerhettek engem a Parallaxisból, meg például a White szemekből. Most ez egy ilyen fura adás. Ádám felkért, hogy vezessem a műsort, én meg elfogadtam. Na most rólam azt lehet tudni, hogy a Star Wars-t utálom, viszont a Star Trek-et szeretem. És hát itt van velem kettő kedves podcastelő kollégám, Attila Mennyhárt. Szia, Attila! Sziasztok! És Kő Gergő. Szia, Gergő! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, ezt nagyon angolosan mondtam, ezt az Attila Mennyhártot, bocsánat, tehát Mennyhárt Attila. Tehát ki tudja. Lehet, hogy ahonnan ő jön, ott így kell kiejteni. Elmondom, hogy nekem ez a Star Trek drog honnan jött. Tehát mondom, hogy én a Star Wars-t próbáltam, megnéztem egy pár részt, de nekem nem jött be. Amikor már úgy voltam, hogy én már megnéztem mindent, de most viccelek, akkor 2019-ben voltam úgy, hogy valamit úgy néznék. És ugye a Star Trek az egy olyan sorozat volt nekem, ugye az eredeti széria, ez a 60-as évekbeli. Láttam, hogy az megy, egyből kapcsoltam el, nem érdekel, űrös. És akkor ez 2019-ben láttam, ugye, most kimondtam, Netflixen ugye fönn volt. És hát úgy voltam, hogy hát miért is ne nézzünk bele. És iszonyatosan elragadott, egyszerűen ahhoz képest, amikor ez a sorozat készült, elég jó megoldások vannak benne, nagyon jó elgondolások vannak benne. Az egész Star Trek történet és ötlet, az szerintem iszonyatosan jó. Tehát, hogy ez egy olyan űrhajó, ami ilyen távoli bolygókra, égitestekre megy, kitolja az ismert világ határát, ez egy iszonyat érdekes dolog, ami szerintem mindenkit foglalkoztat, ugye, hogy vannak-e lakott bolygók valamerre. És hát ebben a mai műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen fajok fordulnak elő a Star Trekben. És hát szerencsére itt vannak a szakértő kollégáim, tehát ugye ők már azért látták, több Star Trek-et láttak, mint én. A fajok azok nagyon érdekes különben, mert hála jó Istennek, ugye, mivel űr a végső határ, és ugye felfedezésről szól az egész Star Trek, itt szinte minden egyes részben új fajok voltak. Tosérában érdekes volt, mert ugye nagyon sokszor különböző fajok voltak humán eredetűek, és csak minimálisban különböztek az embertől. Ez valószínűleg filmtechnika miatt volt, de ott is már bejött egy-két nagyon érdekes faj, amelyik ugye azóta is tovább bővültek, ugye akár az új érával, a Kelvin érával, a sorozatokkal, hogy folyamatosan jönnek a újabbnál újabb fajok, ugye? És ugye mivel a Star Treknek ugye ez a lényege, hogy az űr a legvégső határ, és ugye arról szól az egész, hogy felfedezzék a világűrt, nem árulok el titkot, én el is lövöm itt az elején, szerintem ez nem titok, aki ismer engem, és hallott már többször ilyen Star Trek-es műsorba, azt tudja, hogy én Klingon fan vagyok, de nagyon Klingon fan vagyok. Nem tudom miért. Tehát ez volt már műsor, amiben kifejtettem, hogy miért ők a kedvenceim. Azt tudni kell, hogy az egyik nagy kedvenc filmem ugye ez a Hazatérés, a Star Trek 4, és ugye ott abban már egy Klingon ragadozó madárra, amelyik a kedvenc űrhajó ugye a Star Trek érában. Én nekem valamiért kialakult így, hogy ők sok kedvenc, van még kedvenc fajom, de ők a legnagyobb kedvencek. Hasonlóan azt tudom mondani, amit Gergő, hogy amikor először megláttam a ragadozó madarat, tényleg azt mondtam, hogy ez gyönyörű. Christopher Lloydnak a játék a Krug parancsnokként, hát tényleg azt mondom, hogy ez olyan élmény volt, hogy azóta, ha fajt kell választani, akkor egyértelműen a Klingon. De hozzáteszem, azért a többi faja sincsen problémám, tehát ugyanúgy szeretem a többit, Romulán, Ferengi, Andorian, Betazoid, Vulkáni. A Ferengi az a nagyfülű, ugye, akik ilyen nagyon... Igen, igen, ők a kupecek, hát azt mondom kupecek, a kereskedők.
Azok ilyen. Kupecek. Ez érdekes, hogy Klingon ugye most azért nagy ellenség az embernek. Meg mindenki másnak tulajdonképpen. Igen, tehát egy agresszív faj. Tehát ők agresszívek, akik ugye a csatájére élnek, és azért, hogy csatába halljanak meg, az egyik a legnagyobb dicsőség. Klingon az egy harcias, de becsületes faj. Ugye nekik a totál ellentétük a vulkániak. De szerintem ez direkt is lett így kialakítva, hogy két véglet, az a nagyon békés faj, a logika minden. Na, a Klingonra minden lehet mondani, csak azt, hogy békés nem, és hogy logikusan gondolkoznak. Tehát ott aztán csumár az ellentéte. Az ember meg valahol a kettő között közélőték be. Tehát ahogy elindultak, ahogy a készítők, így olyan, mint hogyha megalkották volna két végfajt. Jó, oké, betettek még egy végfajt a Klingonok mellé, ami nagyon sokáig ugye ilyen titkozatos volt, de szintén ilyen agresszív, és hogyha ugye azok a Romulánok. Viszont érdekesen kötötték össze ezt az agresszivitást, mert ugye a Romulánokról a végén kiderül, hogy ugye rokonaik a vulkániaknak. Mindegy, lelövöm a poént Géza kedvéért, hogy annak idején, amikor ugye kitalálták ezt a logikát, hát emlékszel, Surakot láthatjuk egyébként az eredeti sorozatban. Na most, amikor kitalálta, hogy oké, logika úgymond a kezdet és a vég, tehát ő a tanításait elkezdte terjeszteni, és hát nagyon sok szimpatizáns lett, tehát az egy pont a kedvenc tanítványa fellázadt ellene, és tulajdonképpen elhagyta a saját követőjével a vulkánt, és akkor ők eljutottak a Romulusra, és akkor ők szépen elkezdtek terjeszkedni, tehát ők úgymond ők képviselik az ős vulkánit, tehát az ős vulkáni nem volt ilyen erő fickó, hanem mondjuk sokkal jobban hasonlítottak az emberekre, tehát ugyanúgy intrikáltak, ha kellett, hátba szúrták egymást, szövetséget kötöttek, minden, tehát úgymond ők csak annyi benne, hogy a Romulán az kicsit elment a egy kicsit egy véglet fele, hogy a manipulálunk, hódítunk, a szavunkat nagyon ritkán tartjuk meg, és hát mi vagyunk a toppászok gyakorlatilag. Na de, és ezt hogy magyarázzátok, ugye a Next Generation-ben, a második évadban, ott ugye van egy Klingon a fedélzeten, a Worf. Hát tudjuk, a mozifilmből tudjuk, hogy volt egy kitomeri békakonferencia, ugye tudjuk, 6. mozifilm, Akkor volt tulajdonképpen, azt mondom, hogy a hidegháború lezárása a föderációs a Klingon birodalom között. Hát utána volt ilyen hullámvölgyek voltak olyan 50 évig, és akkor történt egy csata, amikor szépen a Romulánok lerohantak egy Klingon helyőrséget, megsemmisítették a védelmi rendszert, és már nekiálltak volna bombázni, amikor szépen jött az Enterprise-nak egyik utóda, az Enterprise C, hát gyakorlatilag a Romulánokat C-jelölte, gyakorlatilag magával rántotta őket a halálba, a Romulán támadókat, és a Klingonok ezt látták, és azt mondták, hogy hoppá, hogyha az emberek, akiket eddig lenéztek, meg vulkániak, ezt a föderációt lenézték, ha ők ilyen hősiességre képesek, mint a Klingonok, akkor ezek mégse olyan elvetendő faj, és akkor végül is egy katonai szövetség jött létre, addigra, amire Worf felnőtt. És mondjuk Worfról tudni kell, hogy ő egyébként Kitomeren laktak a családjával, és mint kiderült, Romulánok megtámadták ezt a bolygót, és valami árulás folytán ott is a védelmi rendszer ki volt kapcsolva, és gyakorlatilag Worf, meg a, hát mint kiderült a testvére élte túl az egészet, és föderációs hajónak a kapitánya mentette meg, és gyakorlatilag kvázi adottálta. Emberek között nőtt fel, igen. Hát innen már egyenes út vezetett gyakorlatilag a csillagflottába. Tehát ő büszke egyrészt a Klingon származására, de viszont eléggé beleívódott a csillagflotta képzés, hogy azért nem fog törni zúzni, hogyha valami nem tetszik neki. Tehát legfeljebb úgy morog, dünnyög, amit láthattunk egyébként Michael Dontól nagyon sokszor, hogy dünnyög, meg leereszti magát minden, hogy ezt most, hogy kell, most ezt meg kell magyaráznom az embereknek. Ő már egy olyan Klingon, aki mondjuk úgymond adaptálódott a föderációs elvekhez, csillagflottás elvekhez. Volt egy olyan rész, szerintem ez már a Next Generation-ben van, amikor valami miatt a Worfnak a barátnő vagy felesége megjelenik a sorozatban. Barátnő. Hát figyelj, a mondjuk szerelmi életben az a lényeg, hogyha te mondjuk Klingonként udvarolnál mondjuk egy hölgynek, a hölgy elkezd téged mindennel haigálni, széktől kezdve, asztalig, minden, mivel azért jó erősek, te közben szerelmes verseket szavaz, és neked állnod kell, hogy mindent ráthaigál, amit bír, és ne fedjük, azért a Klingonok kétszer olyan erősek, mint mi.
mondjuk a klingonoknál vagy a romulánoknál is például a fiziológiájukat is egyébként kidolgozták egyébként így, azért mégiscsak azt mondhatom, hogy majdnem 60 éve indult el a Star Trek, tehát ugyanúgy kidolgozták, mint mondjuk egy mondjuk a Star Wars-ba Darth Vadernek a teljes öltözetét, hogy mi van benne, mi nincs, tehát a létfenntartó rendszer, minden. Tehát elég komoly szakirodalom lett itt tulajdonképpen a különböző fajoknak a felépítéséről is. Azt is tudjuk, hogy azért ezek a fajok keverednek. Vulcani, ugye a Spocki, ugye félig ember, de ez minden fajnál működhet ez a kereszteződés? Vagy tudtok ilyenről, amikor ez nem... Elvileg ilyen lehetőség van egyébként ilyen fajok közötti keresztezés, ugye azt mondom abban az időszakban, de ez is egyébként egy technológiával lett egyébként létrehozva, hogy... úgymond ilyen hormonális kezelések, meg egyébként génterápia, ezt láthatjuk a Deep Space Nine-ban, amikor Jadzia és Worf összeházasodott, akkor is volt róla szó, hogy azért Dr. Bashirhez járt, hogy ugye ilyen kezelésekre, mert szerettek volna gyereket. Tehát lehetséges, mert a korai kísérleteknél azért voltak ilyen problémák, azért aki az Enterprise sorozatot nézte, már mint ami az eredeti sorozat előtt 100 évvel játszódik, tehát a Scott Bakula féle Archer kalandok, ott próbálkoztak már egy ilyen ember-vulkán hibriddel, de az sajnos nem sikerült. Ritka a kereszteződés, tehát vannak-vannak, tehát vannak olyanok, akik ilyen félig ilyen faj, félig ember. Általában ugye így csináltam, hogy az ember a kapocsa. Laksana azt mondta, hogy hát a földi férfiak azok mindenféle humanoid nőt meg akarnak szerezni, tehát tudjuk, hogy Laksana Troynak azért a férje, első férjét tudjuk, hogy Ian Andrew földi ember, vagy csillagflotta tiszt, tehát a lánya az félig ember. Félig betazóid. Na, de akkor térjünk is rá a vulkániakra, amikor van az a rész, amikor mindenki... Bonfár. Tulajdonképpen azt mondom, az a biztonsági szelep, mert 7 évig ugye semmi érzelem, és akkor 7 év után ugye akkor van ilyen szerelmi láznak is lehet nevezni. Tehát úgymond olyankor gyakorlatilag kiéreztődik a gőz, ami 7 év alatt azért még érzelemmentesen kell élni, gyakorlatilag ez felhamozódik. Tehát ilyen fiziológiai így kialakult bennük egy ilyen pomfár itt ez a nem tudom hány száz év alatt egyébként, mióta az urak ugye ezt kidolgozta ezeket a dolgokat, hogy ugye érzelmentesen, kulinárpróba, elmeölelés, tehát amit tulajdonképpen egy teljesen újfajta civilizációt létrehoztak. Vannak érzelmeik, mondjuk másképpen élik meg, mint mi. Tehát jobban alárendelik az érzelmeiket a logikának, tehát önkontroll. Igen, ezt akartam mondani, hogy a vulkániaknál van érzelem, csak ugye azt ők tudatosan elnyomják. És amikor nagyon sok rész szól arról, hogy mikor előjön a vulkániakból az érzelem, akkor egy olyan, olyan mint hogyha egy ötös szintű tornádó menne végig a fedélzeten, mert ugye annyira ugye el van folytva, hogy te mondtad, Attila, el van folytva ez a dolog. A vulkániak különben nagyon, nagyon érdekes faj, inkább azt mondanám, hogy élő kompjúterek. Nekem mindig a kedvencem a negyedik epizód, ugye a hazatérés, és abban van nekem az egyik legjobb mondata a Spocknak szerintem, mikor mondja a doktornak, hogy mit fog csinálni? Hát meg fogom satszolni, és akkor örülnek a kölyök, hogy igen, ez az. Olyat mondta azt, hogy jobban bízik a kompjúterbe, mint a satszolásba, mint a kompjúterbe, akkor lehető legjobban próbálok meg satszolni. Tényleg ilyen humoros volt, és ugye úgy humoros, hogy ugye a vulkániak ugye nem nagyon ismerik a humort se. Igen. Szokatlan az emberi humor, ugye az emberi komolytalanság, mindent komolyan vesznek, mindent sarkosan vesznek, mindent kockák, kicsit kockák. Kicsit ilyen nagyon kockák, érzelmi kockák, de úgy szerethetően kockák. Úgy is kerültem a Star Trek sorozathoz, ugyan van ugye Big Bang Theory, a Agymenők című sorozat, és abban a Sheldon, ugye, elég sok idézés van a Star Trekből, de ugye Sheldon, ő szerintem egy vulkaninak tartja magát. Ugye van azóta ez a Young Sheldon, ez az Ifjú Sheldon című sorozat, és ott is viszont folyamatosan az original, tehát eredeti szériát nézi. Az is benne van nekem, hogy azért kezdtem nézni a Star Trek-et, mert annyi utalás volt belőle, hogy gondoltam, hogy ez tuti nem lehet rossz, hogyha ennyi mindent így hoznak belőle, és tényleg amúgy beigazolódott. Tekinthető fajnak a robot. Android. Az Android, igen, az Android. Az igazság, hogy az Androidok ugye, akárhogy is nézzük, szintetikus emberek, akik keresik a ugyanok legyek, mint az emberek. Ugye ezt a témát viszont a Picard sorozat emelte, maxolta ki teljesen. A Picard sorozatban az androidok szinte megkülönböztethetetlenek, úgy de szépen kimondtam, az emberektől. Sőt, ugye ott volt egy lázadás, ugye úgy kezdődik a Picard is, ugye, hogy összes android betiltották, mert hogy Marson, aztán Marson volt. Marson, igen. Megkattantak a Marson,
és akkor egy ilyen, hát egy kicsit ilyen Blade Runner-es, szárnyas fejvadászos lázadásba kezdtek, és ugye sokkal erősebbek, gyorsabbak minden, de viszont ott már szinte teljesen emberek, érzelmi szinten, minden szinten, amit ugye a Data vitt végig, a fejlődést, ugye, hogy aki végignézte a TNG sorozatot, meg a nagy filmeket, ugye abba a Data keresi az emberi létet, folyamatosan próbál ember lenni, és ugye végén ugye beépíti az érzelem csippet, az egyik kedvenc mémem különben, amikor röhög a hídon, amikor beakad, kikattan a Data, és elkezd röhögni, és akkor megfordul, rájuk ránéz a kapitány, és akkor megint elkezd röhögni. Van egy nagyon jó mém. És szóval annyira jó, ahogy felépítik tényleg a Data-val ezt a dolgot, hogy lehet egy gépből érző lény. De ugye ezzel nem csak a TNG foglalkozik már, mert hogyha jobban belegondoltok, ugye gépek, tehát érző gépek, olyan gépek, amik tudatra ébredtek, már az első nagy filmben is van, ugye úgy hívják, hogy Voyager. Ugye a Voyager, mert a Voyager-nek az az alaptörténet, hogy elmegy, és a Voyager űrszondát megtalálja egy ilyen technikai civilizált, nagyon technikai, nagyon fejlett civilizáció, mint a Transformer. Egy robot civilizáció. És följavítják szegény kis rokont, és visszaküldik olyan tudással, hogy az emberek csak úgy koppan az álluk a hajópadlon. És ugye abban is már azzal foglalkoznak, hogy egy tudatos érzelmi faj is lehet akár az android. Ugye akkor ne menjünk messzire, jó, mondjuk ez egy picit más, a Borg az egy picit más, tehát nem mondom, hogy fémvázon a élő szövet, mert ugye az nem igazán így igaz, mert ott a fémváz úgy van keveredve az élő szövettel, mint az állat, bocsánat. Viszont ott is ugye egy értelmes fajról beszélünk, tehát ha úgy vesszük, akkor az androidokat alapvetően szerintem azt mondjuk, hogy robotok. Tehát ezek egy robotok, viszont ugye bebizonyított, tehát több olyan rész is van benne, hogy már felfejlődhetnek egy értelmes, különálló fajjá. Ugye Riker megkérdezi, hogy az ön rangja Datának, hogy az ön rangja ez a, akkor még azt hiszem, tám, hadnagy, hogy ez ugye tisztelet bele. Nem, azt mondja, én tényleg beléptem a csillagfottába, mert a csillagfotta okmánya szerint bárki beléphet, aki tudja bizonyítani, hogy ő értelmes lény. Ezt korábban is egyébként fejtegették olyan nagy tudósok, mint mondjuk Asimov-ot tudom mondani, hogy kicseréljük mondjuk a szént szilíciumra, vagy acélra, attól még ugyanúgy a tudatod, az még mindig élő. De tehát önálló fajnak lehet nevezni. Hát meg ugye ez azért, hogyha körbe tekintünk manapság, tehát ami most történik, véleményem szerint forradalom van így a mesterséges intelligencia terén. Nagyon keményen tanulnak ezek az algoritmusok, és ha megnézitek, hogy a Data-nál is ez volt, hogy az elején meg ugye tisztül bemutatja a sorozat, hogy mindig visszakérdez, hogy most ez a humor, akkor ilyenkor mit kell csinálnom? Tehát, hogy ő iszonyatosan jó tanul. És ez nagyon, nagyon, nagyon érdekes, hogy az ilyen mesterséges intelligenciákra is, hogy nagyon sok idő kell nekik, viszont hogyha fölveszik a fonalat, akkor onnantól kezdve pak, tehát utána már nem tudod megmondani, hogy ez most ember volt-e vagy sem. Ez nagyon félelmetes, és ebben most benne érünk jelenleg. Tehát szerintem el fogunk érni záros határidőn belül oda, hogy nem fogod megmondani valakiről, akivel beszélsz, hogy ez most embere vagy sem. Igen, hogy hihetetlen gyorsan tudnak tanulni sokszorosával, mint mondjuk mi húsvér intelligens lények. És tényleg ez a TNG-nek mondjuk az egyik nagy vívmánya, hogy tényleg, hogy látjuk az elején mennyire GPS Data, és mondjuk 7 év alatt hova eljut. Azt szerettem volna mondani, hogy ez a mesterséges intelligenciával, és addig játszik az emberiség, amíg az összes filmben lévő verzió el fog jönni. És most az a nagy kérdés, és ugye erre vannak sajnos jelek, és az a baj, hogy addig játszunk vele, hogy nem fogjuk tudni eldönteni, melyik irányba fog elmenni. Mert ugye a Star Trekben azért látszik, hogy azért vannak jó fajok, amik jó irányba mentek. Tehát itt például értem a Data-t, aki teljesen jó irányba megy. De a Data-nak is van egy gonosz testvére, aki rossz irányba megy. Ugye van a Voyager-nek a alkotói, akiket szerintem jónak kell tekinteni, mert ugye felturbozták a Voyager-t, viszont ugye ott van az ellentéte, a Borg, aki azért, ha nézzük, az egy technikai faj, tehát azért a nanotechnológiával, meg ezzel ugye, azért ott az egy technikai alapú faj, és ugye a Borgnál se tudjuk azt, hogy ez a technika volt meg, vagy az ember, vagy a lény, aki megalkotta. Nem tudjuk. De az is egy veszélyes irány. Én nagyon elborzadva nézem ezt az emmis dolgot. Most az, hogy ő csinálja meg a házi feladatot, meg ahogy hívják, hogy egyszerűen, nem tudom, láttátok a Wall-E-t? Na, oda fog eljutni az emberiség, hogy ül egy fotelba, néz egy képernyőt, és azt se tudja, mi van körülötte.
és mindent megcsinál minden helyett, a robotok, mindenki. És az a kérdés ugye, hogy így fogunk eljutni, vagy Skynet? Tehát melyik lesz a kettő közül? Léta vagy Skynet? Egyébként a Voyager-ben is volt egyébként egy hasonló, amikor találnak egy robotot, és ugye kijavítják, és kiderül, hogy polgárháború volt, hogy tulajdonképpen robotokkal harcoltak, és a robotok mind a két oldalon úgy döntöttek, hogy meg kell semmisíteni az embereket, mert végülis az emberiség egy potenciális veszélyforrás számukra. Tehát egyelőre még úgymond a Skynet felé hajazunk, nem Data fele. Az a baj, ismerni az embereket, meg az emberiséget, először el kell játszani, ami ugye elmegy a vulkánba is, amit alkotó a Roddenberry is, a harmadik világháború. Einstein is megmondta, hogy... Harmadikat nem tudja, de negyediket kövekkel, meg botokkal. Tehát ez lehet, hogy az emberiségnek tényleg kell egy ilyen nagy saller, hogy észhez térjen. Igen, csak ugye ez pont megint csak olyat vett föl, hogy igen, ezt mondta Einstein, de akkor még például még számítógép sem volt. És mi van, hogyha mondjuk a harmadik világháborút pont csak ezek élik túl? Ez is amúgy nagyon érdekes, hogy a Mars az egyetlen bolygó, amit csak robotok laknak jelenleg. Igen. Például. Ne menjünk ennyire el a témától egyébként. Ne menjünk el a témától. Térjünk vissza. Ugye ezt a Data-t elég jó kielemeztük szerintem. De most lenne kettő dolog. Persze fajokról beszélünk, de ugye a nők is elég nagy része a sorozatnak. Igen jó pozíciókban vannak mindenhol. Iszonyatosan szeretem Uhurát. Ő szegény nemrég halt meg egyébként. Ember volt, ugye? Igen, elvileg bantú lett volna, mert nagyon sokszor mondjuk akár könyvadaptációkban azt mondják, hogy klasszikus, szépségű bantú arcát fordítja Kirk felé, tehát ő elvileg Afrikát játszott, kenyait, vagy nem tudom. Figyelj, aki mondjuk tényleg itt az érzelmeket, tehát az egy félbatazoidról beszélünk, tehát Diana Troyról beszélünk, tehát akinek apja ember, anyja egy erősen telepatikus fajnak a leszármazottja, tehát Laksana, tehát ő mondjuk tényleg ő, hogy belelát, úgymond érzelmeket fog fel, tehát nem telepata, csak... Látja, hogy mit érez a másik, meg milyen érzései vannak. Érzelmeket fog fel. Most az, hogy tényleg ő abban nagyon sokat segít, hogy ő szól, hogy hoppá, hazudik, figyeljen oda kapitány, mert ez hazudik, ez veszélyes, titkol valamit, tehát ő ilyen két lábon járó érzékelőként is van ott a hídon, tehát úgymond, mint tanácsadó, tehát a kapitánynak úgymond a lelki ismerete, meg plusz úgymond hasznos arra, hogy belelásson valamennyire mondjuk a vele szemben állónak a kártyalapjaiba. Mondjuk Q-nál mondjuk ez nehéz, mert Q-nak túl fegyelmezett, túl jelős az elméje, hogy egyáltalán egy sima telepata olvasson. Vagy mondjuk a Ferengik, aki Ferengiknek megint már olyannyira más az agya, hogy abba egy betazoid vagy egy vulkáni nem tud belenézni. Rengeteg telepatafaj, Ulliánoktól kezdve, Marishalok, rengeteg van. Vannak olyan fajok is, ugye, nekem a rajzszínű szinkron sorozat, tehát a rajzszínű szinkronizálás során, az egyik fajom, és ugye itt a fiúk, akikkel szoktunk podcastelni, ugye voltak is, a kizintik. Ugye a kizintiknél is vannak ilyen telepaták, akik ilyen gírnyót játszak, de alapvetően a kizinti egy nagyon agresszív, ilyen macskaszerű faj. De igazi ilyen agresszív faj, és ezeken belül vannak ezek a telepaták, akik viszont ilyen kicsit ilyen összeesett asszott, hogy hívják, hogy ilyen mint egy idegbajosak, inkább úgy mondanám. És ők is egy ilyen vannak, akik telepátiával rendelkeznek ugye fajon belül, viszont érdekes, bocsánat, ha már így belekaptam így a fajos dologba meg a rajzfilmbe, ugye ez a rajzfilmes rész is egy csomó olyan fajt felvonultatott, amik alapvetően utána nem igazán jelentek meg, ugye a rajzfilmen hozták ugye azt a lehetőséget, hogy olyan fajokat ábrázoljanak, amit mondjuk egy gumibabával, mint ugye most 60-as, 70-es, 80-as évekről, 60-as, 70-es évekről beszélünk, amit nem tudtak volna egyszerűen megvalósítani a tévén, tehát egy ilyen, olyan, ilyen szárnyas lény, mint a régi ilyen, tehát a régi ezek a hüllők, akik repülő hüllők voltak, akár a kizintik, ugye abban az időben nem tudták volna megcsinálni, illetve ott például volt egy háromkarú faj is a hídon, az Arex hadnagy, annak most hirtelen nem tudom a faját, de aranyos volt ez a rajzszín sorozat, hogy behozott egy csomó olyan fajt, amit utána nem vettek át a többi sztártek, tehát nem kerül elő. Az összes többi ilyen bogár. Úgy nézett ki a csávókán, mint egy bogár. És ezek nem kerültek át sajnos semmelyik sorozatban sem, de egy nagyon érdekes kitérő volt szerintem ilyen oldalról ezek a fajok.
Igen, hogy tulajdonképpen megmutatták, hogy nem csak ez a klasszikus humanoid fajokból áll az univerzum, hanem tényleg, ha emlékezzünk akár a Hortára, az élet, az intelligens élet sokkal tágabb, mint ahogy mi mondjuk csak, hogy emberi típusú fajokra korlátozódjon. Nem, nagyon sok olyan faj van, ugye, amelyik akkora entitás, tehát hogy egy egész bolygó méret. Ugye volt, ugye is kezdődik a TNG, hogy egy ilyen városnyi méretű űrmedúza, nevezzük űrmedúzának. A rajzfilmben is volt egy ilyen, amelyik bolygókat evett meg, és a sorozatban gyerek volt, a kislányom adta neki a hangját, pont azért választottam gyerekhangot, mert ugye a rajzfilmben is az volt, hogy egy gyerek még, ette meg a bolygókat. És, de ő nem tudta, hogy mit eszik, ez olyan volt, mint hogy te megeszed a cseresznyét, és benne van a hangya, vagy benne van a kukac. Szerencsétlenek megeszed a házát, meg mindent, de nem tudta, hogy megeszed, de ugyanígy volt vele. És ugye ezek az óriás entitások, amik, meg ezek az ismeretlen olyan fajok, amik például a negyedik epizód is tűnt a hazatérés. Ugye ahogy jön a Bálnának a rokona, nem tudjuk milyen faj küldte. Jött egy szonda, felbolygatta az egész bolygót, de nem tudjuk, hogy milyen faj küldte, csak annyit tudtunk, hogy valamiért komázta a kék bálnákat. Ennyi. És ezek ilyen elég erős fajok. Tehát azért gondolod, hogy csinálva egy szondát, ami egy egész bolygót szétver, hát azért nem szeretnék vele ellenség lenni. Viszont hát vannak ugye ezek az egyszerűbb fajok is, ugye, mint a triblik, kis szőrös triblik, meg ugye a egyik részben, ami egy ilyen bánya bolygó, ott vannak bent ezek az ilyen... A Hortára gondolsz. Pokrót-szerű lények, akik ugye... Igen, hogy ott a bányában, hogy tényleg ott egy teljes civilizáció, hogy ott vannak, igen, a tojások, és egyetlen egy vigyáz rájuk, amíg fel nem ébred, mert 50 ezer évenként... Van egy ilyen stázisuk a hortaiaknak, Gergő, hogy ne pusztítsák ki önmagukat, mert ugye ilyen technikai civilizációt ők nem alkottak, hanem mindig akkor így ilyen újrakezdés van. Erre így most így, erre a fajra hirtelen nem emlékszem. A Horta, tudod, amikor mondja, hogy hát a végén tud ilyen telepatikus, amikor McCoy ugye becementezi ugye a Hortát, és akkor mondja, hogy hát neki nagyon tetszi az embereknek a füle. Látjátok, ebből látszik, hogy ez a Star Trek egy akkora fajkavalkáddal nőtte ki magát, hogy én is, aki pedig aztán benne vagyok a Star Trekbe, én is, tehát még én sem emlékszem minden fajra. Nem emlékszem minden fajra. Erre sem emlékeztem, hogy létezik ilyen faj. Biztos, hogy volt, lehet, hogy pont ezt a részt nem láttam, vagy láttam, de nem emlékszem rá. Olyan mennyiség, hogy nagyon sok gáznemű lény, alakváltók vannak, legalább négyfélét tudnánk mondani, rajzfilm nélkül is, olyanok, amik alacsony gravitációs lények, nagy gravitációsok. Most azt mondjátok meg nekem, amikor ugye beszélgettünk ebből a érzelmeket fölvevő csajról, a Next Generation-ből, TNG-ből, és annak van egy olyan rész, amikor félhez akarják adni, és följön a fedélzetre az anyja. És ezt kíséri egy ilyen magas lény. Mr. Home, nem mondták meg, hogy pontosan milyen faj, csak annyi tudtunk, hogy Mr. Home. Tehát egy nagy, magas Carol Strike-en játszotta, de őről nincsen pontosan megmondva, hogy az most milyen szolga, hogy most esetleg egy betozaid alfaj, vagy valami, de hivatalosan az nem volt megmondva, hogy ő micsoda. Ő csak ott volt, tulajdonképpen kísérő, tényleg az a bőröndöt úgy kapta fel, mint a pelyhet, meg ugyebár gongatott, amikor ugye Laksana éppen táplálkozott, tehát minden falaknál egy gong, utána aztán a gong is repült, tehát... Na azért, ha emlékszel, azért ott volt például a Ferengiknél, Toron Águsznak, volt egy segédje. Azt mondjuk, tán meg is nevezték, de most így nem tudom annak pontos nevét. Vannak ilyen, úgymond, akik ilyen szolgákként működnek. Vannak mondjuk más univerzumokban is láthattunk hasonlót. De nagyon sok faj egyébként gyakorlatilag megjelenik, de konkrétan nincsen nevesítve. Most nem akarom a Triblikhez hasonlítani, mert a Triblik azt tudjuk, hogy egy ilyen... invazív faj, enyém szóval finoman szóval, hogy invazív faj, de amikor tök cukik, imádom őket, kész az hatalmas, ahogy ott. Akkor nem vagy, akkor mégsem vagy Klingon, mert akkor ugye tudjuk, hogy a... Utálnám őket, Klingonok gyűlölik. Klingonok között is van kivétel, na. Kivétel vagyok, aki erősíti a szabályt, ennyi. De Triblik, meg ugye vannak azok, mondom, ezek a olyan fajok, ugye, akikről beszéljünk még szerintem, mert ugye beszéltünk már itt ugye a humanoid fajokról, nem humanoid fajok, igazság szerint a triblik, meg azok már inkább ilyen olyanok, mint a klingonoknak ez a kutyaszerű, valami házi állatszerű. Targ. Igen, köszönöm szépen. Ugye a ellentét, az istenfajok.
Tehát amik, úgy, na, ez rossz szó, hogy istenfajok, tehát a Q. Mindig előkerülnek ezek a fajok. Például már, ismét, bocsánat, visszatérek a rajzfilmhez, az egyik bolygóra oda keverednek, és kiderül, hogy egy ilyen istenszerű lény felügyeli magát a bolygón ott lévőknek a fejlődését, egy ilyen hüllőszerű faj, aki terelgette őket. Nekem ez egy kicsit ilyen Arthur C. Clarke-os volt, tehát ez a űrödő szeás volt egy picit a történet, hogy terelgetik a különböző fajokat, hogy fejlődjenek. Ugye ezek az ilyen, amik már nagyon magas, extrém intelligenciával, meg hát ilyen nem fizikai... Metronok, a megőrzők népe... Hát itt ez volt ugye az eredeti évad, vagy original series-ben, az első részben. Talosziakat mondod, igen. Igen, a talosziak, akik már nem is beszélgetnek egymásra, csak néznek egymásra, és akkor így tudnak beszélgetni. Tehát, hogy már nem is kell... Igen, telepatikusan beszélnek. Viszont nagyon sokszor előjön, hogy az Isten lények nem feltétlenül kell, hogy emberek legyenek, mert ugye több bolygón már egy komputer átvette ugye az irányítást, és akkor azt úgymond Istenként tisztelik. És ez meg tud jelenni alakban, de ugye az egy gép. Ez is visszajön. Igen, ott az aszteroida űrhajóba például, hogy tényleg itt megint a mesterséges intelligencia, hogy most már ő is tulajdonképpen elhiszi magáról, hogy ő egy értelmes lény Isten, tehát úgymond, hogy szolgálniuk kell akik ott vannak. És én nagyon azért szeretem tényleg a Star Trek-et, mert az alkotók azok nagyon kreatívak. De hát minden egyes ilyen, tehát úgymond érzelemre kitalálnak valamit. És elején beszéltünk ugye, hogy a agresszív végletek. Ugye például agresszivitás, ugye a Klingon, meg a maga, hogyha. De ugye ennél van egy agresszívebb faj is, ami most ugye újra előkerült a Strange New World-be, a Gorn. Ugye, amelyik egy ilyen hüllőszerű, értelmes faj, tehát rendesen űrhajókat építenek minden, de egy ilyen semmi másról nem szól az élete, mint az Alien filmekben, hogy megy és öl. Csak annyival, hogy fejlettebb alienek, tehát egy fejlettebb alienek, mert ugye... Ez a Gorn, ez nagyon sok mémbe benne van, ugye? És majdnem ugyanúgy is szaporodnak ám, mint az alienek. Ugye a nem volt erről szó, ugye a Körk a gumibábúval, az akkor divatos, mint a Godzillák, a gumigodzillák megmentek a filmben, a Gorn gumi ember volt. Ugye most a Strange New World-be meg egy borzalmasan agresszív faj. Igen, hogy vigyáznod kell, hogy le ne köpjön, mert akkor neked annyi. Tehát hamarosan anyai örömök elé nézel. Így van, az a petézik beléd. Nekem egy kicsit így azért erőltetett volt, mert nagyon elvitték az Alien felé. Borzalmasan agresszív faj, és ez tipikusan az, hogy hiába állszod elé, hogy figyelj, hogy beszéljük meg. Itt kész, akkor neked annyi kakuk, fakabát, már leharapta a fejedet. Alien-ne se tudod megbeszélni. Tehát annyira el tudják vinni a Star Trek sorozat végleteibe ezeket a fajokat, hogy tényleg a nagyon szuper értelmestől a borzalmasan egy semmi másra nem létezik, csak gyilkolok fajra. Hát a 8472-es például azt is említhetnénk, mert az is egy, azt mondhatom, az is egy nagyon ego központú, tehát ők is azt gondolják, hogy mindenki más az limitív minden, és akkor hát amikor Borg ugye tudjuk, hogy betört a folyadékűrbe, akkor gyakorlatilag mindenkit meg akartak ülni, tehát ők is minden potenciális ellenfelet megsemmisítünk, vagy akár mondhatjuk a Dominiumnál is például a Jem'Hadarok. Azok is tulajdonképpen egy ilyen, hát kvázi majdnem Klingonok, tehát náluk is van egyfajta habozás nélkül megölik a volt, tehát hogyha rájönnek, hogy kétségbe vonja a lojalitását, vagy hazudnak nekik, tehát úgymond ők is azért jó, az alapítókat istenként tisztelik, de mondjuk egy volta mondjuk esetleg hazudik nekik, akkor képesek a csata kellős közepén lelőni. Na de ez most már így az adás végéhez közelítünk. Még egy olyan kérdésem lenne a TNG-be, Will Wheaton is ugye szerepel, aki megint csak nagyon sokszor előjön az agymenőkbe, Big Bang Theory-ba, mert ott is játszik, és ugye azt ott mindig jobba akar lenni vele Sheldon, mert ugye ő szerepelt a Star Trek-be, és akkor vele elég bunkó, mindegy. Wesley Crusher-t játszotta, és ugye van egy olyan rész, aminek az a címe, hogy Where No One Has Gone Before. És ez arról szól, hogy megtuningolja a hajtóművet egy faj. Igen, az utazó. Én arra a fajra lennék kíváncsi. Hát őket utazóknak nevezük. Ő egy szuperfejlett faj, hogy... Ez egy ilyen isten típusú faj? Hát vagy... tulajdonképpen annak is lehetne mondani, mert ők, mint kiderül, hogy az időben ugyanúgy tudnak ugrálni, mint mondjuk akár Q. Nekik is vannak ilyen képességeik, hogy úgymond tudják manipulálni a valóságot.
valamilyen szinten. És hát ugye abban részben van az, hogy a végén a Picardnak valamit mond ez az ember, és akkor azért mehet föl, ugye... Azt mondja, hogy az emberiségére most figyel fel az ő népe, mert annyira olyan ugrásszerű fejlődést, és úgymond Leslie-ben nagy lehetőségek vannak. Tehát azt mondja, nagy lehetőségek vannak, és ezért mehet föl a hídre, ugye? Igen. Vezni. Hogy ő már egy, úgymond egy evolúciós lépcsőfok, hát kiderül, hát azért az utazók maguk közé fogadják. Tehát tényleg az utazó az egyik ilyen istenszerű faj, ami mondjuk jó mellett, ami megjelenik. De mondjuk mondhatnánk Tremaine-t, akit nem tudjuk, hogy egyébként hova lehet tenni, mert a képregények, regények azt mondják, hogy lehetséges, hogy a Q-nak az első fia. Csak éppenséggel be volt závad az aszteroidába, pont körkék pont arra jártak. Különlegesek vagy mondjuk akár azt az idegen, akik mondjuk, amikor Barclay elment a galaxis központjába, vagy a másik istenszerű lény mondjuk az ötödik mozifilmbe, Poknak a testvére kereste volna a, úgymond Istent, meg az Édent, és akkor kiderült, hogy találtak egy lényt, csak hát az be volt börtönözve, mert valami rosszat csinált, és az is egy ilyen istenszerű hatalommal bírt volna, ha nincsen bebörtönözve. Lázaros film első epizód ugyanez. Bebörtönzik egy halott napba, igen, aminek a ereje ott tartja, ahogy hívják ott, és az beköltözik a kompjúterbe, kompjúteren keresztül, a hajón keresztül tud elektromos rendszer, ilyen elektromos lényszerűség. Igen, hogy engedelmeskedj, igen. Na de most akkor a műsor lezárásaként, tehát lenne egy kérdésem, hogy oké, hogy a klingonokat szeretitek, de tehát, hogyha választhatnátok egy fajt, akkor milyen fajt választanátok, mondjuk Gergő? Nem mondom azt, hogy tribli, mert az is aranyos, de nem tribli, mert nem szeretnék lenni. Figyelj, nagy családod lenne. Hát, akikkel még nagyon szimpatizálok különben, mármilyen is furcsa különben, azok az andóriánok. Ők is egy kicsit ilyen emberi fajszerűség, tehát ugye ezeken megy végig, tehát a kandóriai, a nem klingon. Vulkáni túl logikus, tehát az nálam nem jön be. Tehát én tudom, hogy szeretek röhögni meg mindent, tehát ezeken én meghalnék, ha vulkáni lennék. Én se szeretnék mondjuk vulkáni lenni, annyira savanyú, azt mondom. Hát a klingon nem lehetnék, akkor esetleg azt mondanám, hogy vagy Romulán, de mondjuk Romulán az túl rafinált, vagy pedig akkor esetleg Betazoid. Hogy jobban megértsem mondjuk a többieket. Lássam, hogy másik mire gondol. Tényleg így a Star Trek filozófia alapján, ha megértem, hogy a másik hogy gondolkodik, akkor magamat is jobban megértem. Tehát hogy rájövök, hogy mi a gyengeségem, mi az erősségem, és akkor tudok ezeken dolgozni. Vagy pedig mondjuk Romulán lennék, mert azért, vagy 300 évig azért elérdegélnék nyugodtan. Na, hát akkor én is megmondom, én Ferengi lennék, mert azok olyan jól tudnak üzletelni, meg mindig megpróbálni. De neked akkor be kell biflázni a vagyongyűjtés szabályait. Álmodból fölkertve is tudnod kell, hogy azt mondják, hogy 165. szabály. Az biztos, persze. Álmodból fölverve. És mindig csak latinumokkal álmodná. Bár azért hozzáteszük, azért bennük is vannak lehetőségek. Hát azért tudjuk, hogy azért például Romban nem volt meg a cimpája az üzlethez, de viszont szerelni nagyon jól tudott. Tehát úgymond általában, ha megnézzük, tényleg ezek a fajok mindig valami emberi tulajdonságnak a sztereotípiája, és mindig vannak, akik így kilógnak a sorból. Romulánnál is látunk olyat, aki becsületes, Klingonnál is van olyan, aki mondjuk álnok. Vulkáninál is látjuk, aki mondjuk szembe megy a szabályokkal. Mondjuk ezt akár Sareket is említhetném. Bármelyik fajnál, embereknél is van olyan, aki nem úgy gondolkozik, mint az akkori 23. vagy 24. századi ember. Na hát ez megfelelő végszó is volt. Köszönöm szépen a beszélgetést, srácok. Még egyszer annyit mondanék el a hallgatóinknak, hogy ne felejtsetek el támogatni minket a Patreon oldalon keresztül űrszekerekkel. Legközelebb témával kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a Tribliken keresztül fogjunk különböző Star Trek-es szereplők jelenfejlődéséről beszélni. Attila, Gergely, valamint a többi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.